Sziasztok! Ez itt a Bazsi Túrák és a Szlovén Alpok sorozat. Szlovénia legszebb, legnépszerűbb szurdokával folytatjuk, vagyis a Vingár szurdokkal. Tartsatok velem! Ti nem? Itt is vagyunk a Vingár szurdokban, mely az osztrák-magyar monarchia idején még a Rotweinklám, vagyis vörösbor szurdok nevet viselte. Tehát a névadásra mondjuk nehéz épkézláb magyarázatot találni. A szurdok mindössze 1600 méter, és az alattunk morajló Radovna folyó alakította ki. És érdekesség, hogy 1891-ig nem is tudtak a szurdok létezéséről, akkor fedezték csak fel, de ez nem kirívó dolog, ugyanis ha visszaemlékeztek, és aki látta az erdélyi sorozatomat, ott volt róla szó, hogy a békás szoros is egészen a 19. század végéig ismeretlen volt. Egy-két helyi pásztor ismerte, azt is azután fedezték fel és építették ki. Na de, hogy mennyire örültek a helyiek, hogy felfedezték ezt a szurdokot, jól mutatja, hogy két év múlva, 1893-ban már ilyen kiépített útvonalon lehetett közlekedni a szurdokban. Azt a mindenit! Egyébként a szurdoknak ugye két bejárata van, viszont csak a délén lehet bejönni, és egy irányú az út. Korábban ez nem így volt. Északról is végig lehetett járni tudtommal. Most már csak is délről, és egy kerülő úton tudunk visszatérni a parkolóba, vagy az autónkhoz. És ebből a kerülő útból kettő is van. Szurdok mindkét oldalán vezet egy-egy. A zöld, a szurdok jobb oldalán 5,7 kilométeres, illetve a piros jelzésű, a másik oldalon 4,3 kilométer hosszúságú, tehát tudunk válogatni. Hú, de brutális! Egy kis kulisszatitok, hogy a beköszönés óta utolért egy hatalmas méretű zivatar jégesővel, Borsó méretűnél is nagyobb jégesővel, úgyhogy én már egyszer rendesen eláztam. Viszont emiatt van ez a ködös párás idő itt a szurdokban is. Illetve egy másik jótékony hatása is van a rossz időnek, a kevés ember. Maga a Radovna folyó a Triglav északkeleti lábánál ered, és nem sokkal a Vingár szurdokból való kilépése után beleömlik a Száva egyik ágába, az alsó Szávába, amely a szintén Triglav lábánál ered, és talán sokan tudják is. A Száva egy viszonylag jelentős folyó, a Balkán félsziget északi határának is tekintik. Ugye folyik Ljubljana, illetve Zágráb közelében, majd aztán Belgrádnál ömlik a Dunába. Néhány közérdekű információ. A felnőtt jegy a szurdokba 10 euró, a diák 7, és fontos tudni, amellett, hogy csak délről léphetünk be, hogy a szurdok téli időszakban nem látogatható, általában április közepétől október közepéig tudunk itt kirándulni. És persze az állandó nedvességre, a hűvösebb klímára nem árt felkészülni, ugyanis nedvesség nem csak esők után van itt a szurdokban, hanem szinte mindig.
Hát nem tudom, hogy jártam-e valaha ezt hasonló helyen, de szerintem nem. Azt nézzétek, hogy ott milyen sejtelmes, hogy eltűnik a folyó, és ott fölötte a köd, az eső utáni köd. Tiszta Jurassic Park. Ez jutott elsőként eszembe. Illetve itt láthatjuk, hogy az út az végig ilyen acél pillérekkel van itt támaszolva, illetve rögzítve a sziklafalhoz. De jó ez a szurdok. Hát nem bírok betelni vele. A Radovna folyó egyébként híres erről a zöld színéről, hát valószínűleg direkt napfény esetén ennél még sokkal zöldebb, meg hát gondolom most az előbb lezúduló eső azért nem tett jót a színének, meg ez a hab is valószínűleg azért úszik rajta. Hú, de kemény! Azt a szoros nézzétek! Hát elképesztő ez a hely! Újabb híd. De jó időben még nem voltam itt, nyilván semmilyen időben nem voltam még itt. Biztos úgy is nagyon szép, de ezzel a köddel egyszerre kísérteties, lenyűgöző, magával ragadó, megkapó. Fú, nem találom a szavakat tényleg, csak ezt a néhányat. Itt már szelidülni látszik a szurdok, hamarosan ki is érünk belőle. És egyébként egész eddig egy darab szemetet nem láttam a folyóban.
De hát nyilván a szlovénok vigyáznak rá, mégiscsak az egyik leglátogatottabb természeti látványosságuk, turista célpontjuk, Vingárszurdok. Semmi, tényleg, egy darab petpalack nincs benne. Hát igen, egy ilyen és ehhez hasonló természeti látványosságnak jót tesz, hogyha olyan országban van, ahol ismerik a Környezetvédelmi Minisztérium fogalmát. Ugye nem mindenhol van így Európában. Meg is látszik ott, ahol nincs. És az is meglátszik, ahol van. Szurdok északi végéhez közel találunk egy vasúti hidat, amely átível rajta, íme 1906-ban épült. És itt is vagyunk gyakorlatilag a túlsó végén a szurdoknak, és itt jól látszik, hogy rossz irány, ennek ellenére találkoztam bőven szembejövőkkel, mert nyilván a beléptető kapun át lehet ugrani, át lehet bújni alatta, bár nem tudom, hogy ezeket az ajtókat záróra után bezárják-e. Mert akkor még szerencsém van, hiszen 6-kor zár a szurdok, és 5 óra 57 van. Íme újra a vasúti híd, de nem csak vasúti híd van itt, hanem egy duzzasztó mű is. Itt is olyan hihetetlen zöld ez a folyó. És ami most alattunk morajlik, hoppá, egy mókus. Útban vagyok? Elképzelhető. A nagy hössel jött, gondolom át akart szaladni, csak aztán meglátok. Szóval, ami itt most morajlik, az a 16 méter magas Szum vízesés. Hát itt van pont a híd alatt. Méretes. És akkor innen indul az egyik út, ami visszaérhetünk a szurdok bejáratához. A tábla szerint 1 óra. Talán még nem említettem, mi most a zöld jelzésű visszatérő körúton fogunk, mármint a bejárathoz visszatérő körúton fogunk visszatérni. És hát nem véletlen a választás, ugyanis pazar innen a kilátás. Mögöttünk a Júliai Alpok csúcsai, illetve Alant, az alsó Szába völgye. Sőt, innen majd nem sokára a Bledi vár is fog látszódni. A Bledi tó sajnos nem, az takarásban van, de a vár, hát az már most is ott a fenyőfától enyhén balra, a távolban. Azért jó ez a körtúra, de mostán még jobban látszik a Bledi vár. Tehát azért jó ez a körtúra, mert nem csak szurdok túra, hanem kilátás is van, még ha nem is a hegytetőről, de a hegy oldalából. Fölöttünk egyébként a
834 méter magas, ha jól emlékszem, Hom nevű csúcs. Fel is lehet menni a csúcsára, de jól tudom, nincsen kilátás. Ez volt tehát a Windgár Szurdok, Szlovénia legnépszerűbb és leglátványosabb szurdoka. És ezzel a kilátással búcsúzom. Ne felejtsetek el feliratkozni, követni a bazsidúrákat Facebookon, Instagramon, és tartsatok velem a következő epizódban is. Sziasztok! Micsoda táj ez!